Szeretettel köszöntök mindenkit a Ludwig Múzeum itt és most webinárium sorozatának 6. adásában. Én Somogyvári Ágnes vagyok, az esemény házigazdája, a háttérben az előadó és az érdeklődők segítségére leszek. A témánk ezúttal a műgyűjtés. A következő szűk másfél órában szakmai szempontokon és személyes meglátásokon keresztül nyerhetünk betekintést a műgyűjtés világába. Olyan kérdésekre kaphatunk majd választ, mint hogy hogyan tervez meg egy kollekciót a gyűjtő, és mi befolyásolja a választásait. Hogyan változtak meg a műgyűjtői stratégiák a 21. században, vagy hogy hogyan tudja a gyűjtő segíteni a művészt, hogy sikeres legyen. Mai előadónk Spengler Katalin műgyűjtő, művészeti tanácsadó, a Párizsi Pompidou Központ Közép-Európai Akvizíciós Bizottságának és a Magyar Nemzeti Galéria kortárs vásárlásait támogató körnek alapító tagja. Férjével, Somlói Zsolttal 30 évvel ezelőtt kezdtek műtárgyakat gyűjteni, kollekciójuk új stratégiák mentén épül. Mielőtt átadnám a szót, még néhány technikai információ a nézőknek. Az előadás során lehet kérdezni, amiket az előadás végén vagy akár közben is felteszünk az előadónak. Úgyhogy ha valami nem hangzik el, azt meg lehet kérdezni. Itt alul a képernyő alján a Q&A mezőben, illetve az előadást rögzítjük majd, úgyhogy ha valaki lemarad a végéről vagy az elejéről, az visszanézhető. Én át is adnám a szót az előadónak. Jó szórakozást kívánok! Jó estét kívánok mindenkinek, köszönöm szépen Ágnes a bevezetést és a bemutatást. Nagyon köszönöm a Ludwig Múzeumnak, hogy a műgyűjtésről beszélhetek a múzeum szervezésében. Egy régi szenvedély ez a részemről, amit nagyon lelkesen, szinte már foglalkozásszerűen űzök. Immár 30 éve, és nagy örömömre nagyon sok társam van most már ebben az egész magyar műtárgypiacon. Hála Istennek egyre több gyűjtő és egyre több műtárgyvásárló érdeklődik a kortárs művészet iránt. A férjemmel, Somlói Zsolttal 1992-ben kezdtünk el gyűjteni. Ez éppen 30 éve most. Tulajdonképpen, minthogyha ennek a jubileumnak az alkalmából rendeztük volna azt a kiállítást, ami áprilistól szeptemberig volt látható a Q Contemporary nevű művészeti központban az Andrássy úton, ami a gyűjteménynek egy nagyobb szeletét mutatta be, de természetesen nem az egész gyűjtemény, hiszen a gyűjtemény immár sok száz műtárgyból áll, amit egyszerre nem is lehetne kiállítani. Érdekes apropója most ennek az előadásnak, hogy pontosan 1996-ban kezdtünk el kortárs műtárgyakat gyűjteni, nagyjából a Ludwig Múzeum gyűjteményének alakulásával párhuzamosan, és az előadás során fogok majd arra többször is utalni, hogy milyen nagy hatással volt ránk a Ludwig Múzeum gyűjteményének alakulása már a kezdetektől. A Ludwig Múzeum gyűjteményi stratégiája és Nérai Katalin a múzeum alapító igazgatója. Azt hiszem, hogy megosztom a képernyőmet. Igen, remélem, hogy mindenki látja. Ezzel a képpel szeretném indítani az előadást. Ezen a férjemmel, Somlói Zsolttal ketten vagyunk, hiszen a gyűjtemény közös, és bár ő most nincs itt mellettem, hogy együtt beszéljünk, de mindenképpen mindig a többes szem első szemében ő a másik fél. A háttérben mögöttünk Laure Prouveau alkotása látható, és a gyűjtőknek már csak ez a vicces portrékép jut, hogy minthogyha a fejemből állna ki egy tejáskanna ezen a portréképen. Nyilván nyomtatásban nem jelentettük meg ezt a képet, de én továbbra is nagyon szeretem, mert ennek a szőnyegnek tulajdonképpen ez egy fali kárpit,
ami olyan, mintha egy festmény lenne, olyan részletességgel van kidolgozva. Egy nagyon vicces átirata ez. Laure Prouveau különben francia művész, aki részben Londonban, részben Franciaországban él. Az utóbbi években nagyon sok, nagyon sikeres volt, nagyon sok izgalom volt körülötte, jelölték Turner-díjra, képviselte Franciaországot a Velencei Biennálén, és nagyon sok más sikert ért el, nagyon sok múzeumi kiállítása volt. Mi néhány évvel ezelőtt fedeztük őt föl, és egy párizsi galériából vásároltuk meg ezt a művét. De nézzük, hogy hogyan kezdődött a gyűjtés. Ugye említettem, hogy 92-ben kezdtünk gyűjteni, akkor eleinte klasszikus modern művészetet, a 20-as, 30-as évek művészetét, és 1996-ban döntöttünk úgy, hogy ezt abba hagyjuk, és váltunk, és áttérünk a kortárs gyűjtésre. Ennek számos oka volt, amiről majd még később is fogok beszélni. Részben ez volt az első mű, amit az első kortárs mű, amit megvásároltunk. Bukta Imre alkotása Déli bába Hortobágyon címmel. Ahogy talán remélem, hogy a képernyőkön is látszik, hogy ez egy nagyon nehéz és szokatlan mű, különösen első alkotásként annak, aki korábban a 20-as, 30-as évek festészetét vásárolta, hiszen ez tetőről leszedett azbeszt palatábla, 6 darab palatábla, amit a művész használt, és amire részben rá rajzolt, részben pedig rá ragasztgatott mindenféle mezőgazdasági terményeket. És ahogy látjuk, a képnek van horizontálisan, vízszintesen egy tengelye, ami a horizontot jeleníti meg. Ugye a Déli báb kétféleképpen látszik, ugye normál módon és fejjel lefelé a képen. Hát ez volt az első alkotás, és amit a Várfog galériában vásároltunk, amelyik nagyon sokáig, hát ha nem is egyetlen galériaként, de minden esetre a hazai kortárs műtárgypiac zászlós hajójaként volt jelen a még nagyon kicsi, nagyon csekély kortárs műtárgypiacon a 90-es évek második felében. És nagyon keveset tudtunk Bukta Imréről, nagyon keveset tudtunk a kortárs művészetről, egyszerűen csak besétáltunk a galériába, ott éppen ez a kiállítás, éppen Bukta Imre kiállítása volt, és megpróbáltuk kiválasztani a legjobb művet a kiállításból, és így került a tulajdonunkban első műtárgyként ez a kép. De nézzük meg egy kicsit a műtárgypiacot, hogyan alakult ez alatt az elmúlt 25-30 év alatt, és nézzük meg azt is, hogy hol vásárolnak a gyűjtők. A 90-es évek nagy kérdése az volt, hogy műteremből vagy galériából kell-e vásárolni. Ma már természetesnek tűnik, hogy sok galéria van, és hogy a művészek közül nagyon sokakat a galériák képviselnek, és hogy el lehet érni a művészek műveit rendszeresen kiállításokon lehet látni és elérni a galériákban. A 90-es években nem volt ez így, hiszen a rendszerváltás előtt gyakorlatilag alig létezett műtárgypiac. A rendszerváltás után a 90-es évek elejétől alakultak meg az aukciós házak, ugye korábban csak a BÁV, mint állami vállalat létezett. Mi az összes aukciós házzal tartottuk a kapcsolatot, és minden aukciós háznak
az árveréseire rendszeresen eljártunk. De a kortárs művészet természetesen nem volt még az aukciókon, csak a klasszikus művészet. Kortárs művészetet néhány galériában, néhány műkereskedelmi galériában lehetett elérni, illetve a művészek műtermeiben. Mivel nagyon kevés galéria volt, ezért a művészek többsége nem nagyon tudott galériákhoz kapcsolódni, és nagyon sokan a műtermekből, nagyon sokakat csak a műtermekben lehetett felkeresni, és csak ott lehetett hozzájutni képekhez, illetve egyáltalán megnézni azt, hogy a művészek mivel foglalkoznak. Nyilván nagyon izgatott bennünket a saját, nagyon izgattak bennünket a saját generációnk művészei, közéjük tartozott például Hajdú Kinga is, akit a 90-es évek végén ugyancsak a műtermében kerestünk föl, és onnan vásároltunk tőle. Vagy a tőlünk kicsit idősebb generációhoz tartozott Gerber Pál, akit szintén a műtermében kerestünk föl, hiszen abban az időben még neki sem volt galériája, és hát egy kitűnő művészről beszélünk a személyében. Nagyon, nagyon furcsa volt a számunkra, amikor amikor a műtermében jártunk, hogy tulajdonképpen az összes főműve ott van a műteremben, és bármiből választhatunk. Na hát ez akkor volt így, ma már egészen átalakult a helyzet, de minden esetre stratégiailag nagyon fontos kérdés volt a művészek számára, hogy kapcsolódnak-e galériákhoz az idők során, tudnak-e galériákkal együtt dolgozni, vagy megmaradnak a műteremből való eladásnál. Mivel mi már egészen korán, 1997-ben elindultunk, a nagyon nagy érdeklődéssel fordultunk a nemzetközi piac felé is, és elkezdtünk külföldi művészeti vásárokra járni, illetve külföldi galériákat felkeresni. Nagyon hamar megértettük azt, hogy a nemzetközi művészeti szintéren, ami ugye egy sokkal hosszabb fejlődési ívet tudhatott magáénak, vagy maga mögött, már ez egyre kevésbé volt kérdés a 90-es évek végén, vagy az ezredfordulón, hogy műterem vagy galéria, hiszen nyilvánvaló volt, hogy a művészek menedzselését a galériák tudják hatékonyan megoldani és elvégezni, és azok a művészek lesznek igazán sikeresek, akik galériás képviselethez tudnak jutni. Magyarországon a gyűjtők és vásárlók egy jó pár évig nehezen, azért fogadták el nehezen a galériák szerepét, hiszen a galériás képviselet nyilván megdrágította a műtárgyak árát, és elég sok gyűjtő próbálta abba az irányba terelni a művészeket, hogy ne fizessenek a galeristáknak jutalékot a kiállítások, a menedzselés fejében. És az igazság, hogy mivel a nemzetközi világ felé nagyon hamar elindulva láttuk azt, hogy a galériáknak milyen fontos szerepe van az egész művészeti szintéren, ezért első perctől kezdve a galériák mellett álltunk. Én 1997-ben alapító tagja lettem a Műértő című szaklapnak, vagy az első számtól kezdve írtam egészen a 2010-es évek közepéig a labba, és ebben a minőségemben is, főként kortárs műkereskedelemről, és ebben a minőségemben is mindig is a galériák
oldalán álltam, úgy éreztem, hogy a galériák nagyon sok jót tehetnek egy művész karrierje szempontjából. A 2000-es évekre megváltozott egy kicsit a helyzet. Részben az aukciós házak nagyon intenzív és jó munkájának köszönhetően a klasszikus művek műtárgypiaca annyira felpörgött, hogy nagyon sok gyűjtő átnyergelt, vagy jó néhány gyűjtő, aki nem bírta a tempót, vagy nem vagy a nagyon magas árak egy idő után ellehetetlenítették a gyűjtést a számára. Nagyon sokan elkezdtek a kortársművészetet gyűjteni, vagy kortársművészetet is gyűjteni. A mi számunkra a 2000-es évek arról szólt, hogy magyar és vagy nemzetközi művészetet gyűjtsünk el, és hát nyilván arra a döntésre jutottunk, hogy mindkettőt. Folytattuk a magyar műveknek is a gyűjtését, ugyanakkor egyre erőteljesebben fordultunk a nemzetközi művészeti szintér felé. Részben a Ludwig Múzeum gyűjtési politikáját követve, részben néhány kelet-európai kortárs galéria útját követve, egyre nagyobb figyelemmel követtük a kelet-európai régió más országainak a művészeit, akikről mi számunkra csak akkor derült ki, vagy leginkább akkor derült ki, hogy milyen sok ponton rokoníthatók a magyar művészekkel, illetve tulajdonképpen azt is akkor értettük meg ebben az időszakban, hogy milyen sok kapcsolat volt mindig is a vasfüggöny mögött, még a rendszerváltás előtti évtizedekben a kelet-európai művészeti szcéna különböző nemzetiségű vagy különböző országokban élő művészei között. Itt most két művet jelenítettem meg. Az egyik Szent Jóbi Tamásnak a Magyar Vers című munkája, a másik Mladen Stirinovics Pievaj, vagyis Énekelj című műve. Szent Jóbi művét a Vintage Galériából vásároltuk, Mladen Stirinovics munkáját pedig Párizsban a Frank Elbaz galériából. És hát nagyon jól látható, bár a két munka keletkezése között eltelt, ha jól emlékszem, 8 év, de nagyon jól látható, hogy mennyire azonos kultúrkörből jön a két mű. Ugye Szent Jóbi Tamás, aki az első magyar performance-nak is résztvevője volt a 60-as években. Itt egy performance-ot dokumentál ezzel a fotóval. Ő maga, mint művész, ül az írógép előtt, és a cimbalom ütésére szolgáló pálcákkal egy írógépet üt, így gépeli a magyar verset, és a homlokára egy bankjegy van ragasztva. Mladen Stirinovicsnál ugyanez a motivum jelenik meg, itt is a művész arcképe, a művész portréja, a kép központi témája, és itt is azt látjuk, hogy a művész homlokára van ragasztva egy bankjegy. Nyilvánvaló a párhuzam, és nyilvánvaló az, hogy mindkét művész az alkotóknak a korabeli társadalomban elfoglalt helyéről, szerepéről, vagy a nekik szánt szerepről próbál információt adni, vagy üzenni. Nem csak a kelet-európai régió művészei foglalkoztattak minket. 2002-ben kezdtünk el a nyugat-európai művészet felé is egyre erőteljesebben figyelni. Igazából a londoni galériákban kezdtünk vásárolni,
az egyik első mű Julian Opinak a Nyaralni mentünk című munkája. Itt most ezt egy webklippen tudtam megmutatni különböző képeket ebből. Ez egy 19 képből álló animáció, ami komputeren fut, de hát számos más külföldi művésztől is vásároltunk. És hogyha azt mondtam, hogy a 2010-es évek, vagy 2000-es évek, vagy 90-es években ugye az volt a kérdés, hogy műterem vagy galéria, vagy műterem és galéria, a 2000-es években az volt a kérdés, hogy magyar és vagy nemzetközi művészet. A 2010-es évektől számunkra ugye az a kérdés, hogy honnan vásárolhatunk, galériából, art fairekről, vagyis művészeti vásárokról, vagy aukciókról. Magyarországon a korábban kortárs aukciók nem nagyon voltak, vagy jellemzően nem voltak, vagy kevés volt. Mostanra az elmúlt évek újdonsága, hogy az aukciós házak kortárs aukciókat is rendeznek. Tehát ezáltal azoknak a gyűjtőknek, vásárlóknak, vagy bármilyen érdeklődőnek, aki a kortársművészethez szeretne közelebb kerülni, vagy hozzájutni, vásárolni, így egyre több lehetősége van. Időközben Magyarországon is lett művészeti vásár, és hát a galériák száma az mindenképpen megnövekedett, és azt kell mondani, hogy ahhoz képest, hogy milyen méretű, milyen léptékű a lakosság, vagy az ország, vagy az itt élők száma, és a műtárpiac volumene, igen sok galéria van már, igen sok kortárs galéria, amelyek nagyon sok külföldi művészeti vásáron is szerepelnek. Éppen tegnap ért véget például az Artissima művészeti vásár Torinóban, ahol három magyar galéria is képviselte a hazai művészeti színteret. Zsolt és én jellemzően galériákból vásárolunk továbbra is, illetve művészeti vásárokon. Nagyon sok művészeti vásárra járunk világszerte, nagyon sok utazás van emögött nyilván. Olykor aukción is vásárolunk. A legutóbbi szerzeményünk, a legeslegfrissebb szerzeményünk, ami még nem is érkezett haza, Laure Prouvot-nak egy újabb munkája, amit a párizsi Nathalie Obadia galériából vásároltunk, és amit egy teljesen új vásáron vettünk, a Paris Plus nevű vásár, ami az Art Basel kezdeményezésére jött létre Párizsban, azt idén rendezték meg először, október második felében, és ez a festmény onnan került a gyűjteményünkbe. Hogyan választja ki a gyűjtő a műtárgyat, mit vesz figyelembe, mi befolyásolja őt? Ugye ez a következő kérdés, amire szeretnék válaszolni. Mutattam már ezt a Bukta Imre képet, ami az első műtárgyunk volt. Ami után ezt megvásároltuk, még a 90-es években, 96-ban, úgy döntöttünk, hiszen a klasszikus művészet felől közelítettünk a kortárshoz, hogy alapvetően festményeket fogunk vásárolni, mert jó-jó vannak a kortárs művészetben más jellegű művek is, de nyilván a festmények a legbiztonságosabbak és a legizgalmasabbak, és nagyon tudatosan döntöttünk amellett, hogy festményekkel fogjuk bővíteni a gyűjteményt. Ebben az időszakban, még a 90-es években
felkerestünk olyan, illetve galériákban, galériás kiállításokra jártunk, illetve felkerestünk a műtermeikben olyan művészeket, akik akkoriban úgy tűnt, hogy meghatározók a művészeti szintéren. Igazából azt gondoltuk, hogy 90-es éveket írtunk, hogy akik a 80-as években már a legaktívabbak voltak, és festészettel foglalkoztak, ez biztos egy jó kezdés lesz. Ahogy itt látszik is, Bak Imrétől vásároltunk műveket, többet is. Nádler Istvánt kerestük föl, illetve a Várfog galérián keresztül vásároltunk tőle. Igazából személyesen később ismerkedtünk meg, és barátkoztunk össze. Hence Tamás művek is kerültek a gyűjteménybe, és a tőlük egy kicsit fiatalabb generációból, például Koncz András festményei, vagy Mulasics László képei. Ezek a művészek ma már klasszikusnak számítanak, igazából abban az időben is nem voltak már újoncok a képzőművészetben, de nagyon jól, mai napig úgy érzem, hogy nagyon jól tettük, hogy náluk, velük kezdtünk, hiszen nagyon sokat tanultunk tőlük arról, hogy milyenek a gyűjtők, milyenek a művészek, milyen lehet a gyűjtő-művész kapcsolat. Azért állok meg itt Mulasics Lászlónál, mert Mulasics László volt az, aki sajnos már jó néhány éve nincsen köztünk, de akivel nagyon jó kapcsolatba kerültünk, neki nem volt akkor még galériája. Tulajdonképpen a Várfog galéria környezetébe a mi közvetítésünkkel került, és ő, mikor az egyik nagy méretű művét, pont ami itt a képernyőn jobb oldalon látható, az Illatos Völgy című óriási nagyméretű képet meg akartuk vásárolni, akkor a Ludwig Múzeum, illetve Nérai Katalin is pályázott erre a képre, de a múzeumnak éppen nem volt elég pénze arra, hogy megvásárolja a képet, és Mulasics László javasolta azt, hogy összeköt minket Nérai Katalinnal, és akivel megbeszéltük azt, hogy mi megvásároljuk a művet, és letétbe helyezzük a múzeumban, így bárki láthatja, illetve hogy félig meddig a múzeum gyűjtemény, mintha a múzeum gyűjteményébe kerülne. És ez így is történt, és ez egy hosszabb együttműködésnek a kezdete lett Nérai Katalin és közöttünk, illetve a Ludwig Múzeum és közöttünk, amelynek a révén több műtárgy is bekerült a múzeumba, amit később vásároltunk letétként, és hosszabb ideig a gyűjtemény gazdagította. Illetve ebben az időben létrejött egy baráti köre is a Ludwig Múzeumnak, amiben Zsoltnak elég komoly szerepe volt, hiszen ő volt az alelnöke ennek a baráti körnek, ami aztán sajnos két év után feloszlott. De nagyon bízunk benne, hogy majd újra egy illetve utána később más baráti körök lettek, hál' Istennek, és így folytatódott ez a folyamat. Ahogy említettem, bizonyos galériákat, kelet-európai galériákat, amelyek sikeresen tudtak kilépni a nyugat-európai szintérre, vagy a nagyobb nemzetközi szintérre, azt erősen figyelemmel követtünk. Ezek közé tartozott a Gregor Podner galéria is, amelyikkel egészen máig nagyon jó kapcsolatban vagyunk a 2000-es évek legelejétől.
És igazából a Gregor Podnár Galéria is nagyon sokat segített nekünk abban, és a Knoll Galéria is nagyon sokat segített nekünk abban, hogy megértsük, hogy nem lehet a művészetet leszűkíteni a festészetre. Pont az ezredforduló környékén rendkívül izgalmas, más irányú folyamatok zajlottak a kortárs képzőművészetben, és az a generáció, a művészeknek az a generáció, akik velünk egyidősek voltak körülbelül, nagyon sok más irányba is, nagyon sok más médium használattal készült művet hoztak létre, és ezért nagyon hamar megértettük, hogy tágítani kell a szemléletünket, vagy tágítani kell a tudásunkat, azt a tájékozódási mezőt, amin mozogtunk, és nagyon hamar elkezdtünk más médium használattal készült műveket is gyűjteni. Csörgő Attila révén jutottunk el, vagy kerültünk kapcsolatba a Gregor Podnár Galériával. Már akkor is ez a galéria képviselte Csörgő Attilát, aki hát ennek a generációnak talán az egyik, az 50 éves generációnak, ma 50 éves generációnak talán az egyik legizgalmasabb és nemzetközileg leginkább ismert művésze, és már akkor elkezdtünk tőle fotókat vásárolni. Itt most a kép bal oldalán egy fekete-fehér, vagy a monitor bal oldalán egy fekete-fehér fotót látunk, aminek a címe Pittura Grande, vagyis, hogy nagyszerű, nagyszabású festészet, és hát nem tudom, hogy jól látszik-e itt a monitoron, de igazából ez a fotó egy műteremnek a padlóját ábrázolja, amire a művész vízzel, vizes ecsettel egy kis ablakot festett, vagy egy téglalap alakú formát festett, és ebben tükröződik a műteremnek egy másik része. Egy nagyon, nagyon érdekes műről van szó. Egy másik galéria, amelyiket ugyanígy követtünk, egy másik kelet-európai galéria, a Plan B, Mihály Pop vezetésével. Rajta keresztül kerültünk kapcsolatba Mircea Kántorral, illetve folyamatosan monitoroztuk a budapesti nagy kiállításokat, és éppen a 2000-es évek első felében, ha jól emlékszem, vagy még mindenképpen 2010 előtt, volt egy nagy kiállítás a műcsarnokban, amin Mircea Kántor fantasztikus munkáit láthattuk. Pádi Lívia volt a kiállítás kurátora, ami nagy hatással volt ránk, és itt a kelet-európai művészek közül tőle is vásároltunk művet. Ez a négy fotó egy videóhoz kapcsolódik, amelyet a Sydney Biennálén mutatott be, és amit oda készített. Bocsánat, egy kicsit túlugrott. A közép-kelet-európai régió nagyon fontos maradt a számunkra azóta is, tehát a 2000-es évek elején kezdtünk el vásárolni műveket, ahogy a Ludwig Múzeum gyűjteményének vagy gyűjtési politikájának is elég sokáig, talán még ma is fontos része a közép-kelet-európai régió művészeinek a gyűjtése. Itt most Paulina Olowska, egy lengyel festőművész munkája látható, illetve Anna Hulacsova, egy fiatal cseh szobrászművész munkája szerepel a másik oldalán a képernyőnek. Ez egy életnagyságú szobor különben, tehát mert a méretek egy kicsit kevéssé látszanak, így kevés érzékelhetők így monitoron keresztül.
hogy a gyűjtő választásai hogyan alakulnak. Igen, és itt, bocsánat, még elfelejtettem elmondani, hogy másik két galériát is meg kell említenünk még a kelet-európai régióból. Az egyik a Fokszál Galéria, amelyik Paulina Lovskát és más lengyel művészeket képvisel, a másik pedig a Hund Kastner Galéria Prágából, akik szintén a régiónak az egyik neves és kiemelkedő galériája. Nagyon tudatos választások mentén alakult a gyűjteményünk. Amikor Sugár János 2008-ban két magán művészeti intézmény elé az utcára festette ezt a feliratot, Wash your dirty money with my art, a koszos pénzedet most tisztára a művészetemmel, akkor akkor emiatt, az akció miatt ezek az intézmények konkrétan a Kogártról, és akkoriban a VAM Design még akkor létezett kiállító helyről van szó, beperelték Sugár Jánost, aki bíróság elé került emiatt. Sugár János a Képzőművészeti Egyetem professzora különben, és nagyon méltatlannak éreztük ezt a helyzetet, és megvásároltuk ezt a munkát, különben a Ludwig Múzeum is vásárolt, ez egy 5 példányos munka, és a Ludwig Múzeum is ugyanígy vásárolt egy példányt ebből a aztán papírra is került feliratból, és amikor a műcsarnokban nem sokkal később nyílt egy nagy kiállítás Petrányi Zsolt, a műcsarnok akkor igazgatója kezdeményezésére, amelyben a műcsarnok különböző termeibe egy-egy magángyűjteményt hívtak meg egy bemutatkozó kiállításra, akkor ezt a munkát rögtön a bejárathoz helyeztük el, mert így akartuk felhívni a figyelmet arra, hogy a gyűjtőknek is milyen komoly felelőssége van a művészek támogatásában, illetve a művészek menedzselésében. És akkor a tudatos választások közé tartozik ez a mű is. Grayson Perry, a Young British Art nevű művészcsoportnak, vagy artist művészcsoportnak az egyik tagja, ugyanúgy, mint például Damien Hirst, vagy Tracy Emin, vagy Glenn Brown, vagy nagyon sokan ugye ismerté váltak ebből a csoportból. És szintén Budapesten láttuk egy kiállításon munkáit, egy fantasztikus kiállításon, ugyancsak, ha jól emlékszem, a műcsarnokban, és ott döntöttünk úgy, hogy szeretnénk tőle vásárolni, de egy kicsit lassúak voltunk, és ő megkapta a Turner díjat, és akkor várólistára kerültünk, és jó pár évig nem tudtunk vásárolni tőle. Néhány évvel később azonban a galériája, a londoni galériája jelentkezett nálunk, és akkor, hát persze jelentős áremelkedéssel tudtuk megvásárolni ezt a vázát. Ez egy váza, csak különböző oldalait látjuk. Az angol királyi család itt a szarkazmusnak, vagy itt mondhatném azt is, hogy karikatúrának a témája, a férfinői szerepek kérdése foglalkoztatja Grayson Perryt. És azért akartam ide tenni, hogy lássuk azt, hogy a nyugat-európai, a kelet-európai és a magyar művészet a gyűjteményben
tulajdonképpen szimbiózisban van, vagy egy kontextusban van, és próbálunk egy kohéziót teremteni a különböző geográfiai helyszíneken készült alkotások között a gyűjteményben. És eddig a tudatos választásokról beszéltem. Ezt a munkát, illetve ezt a művészt, Ed Minolitit, aki egy argentin művésznő, tulajdonképpen már az új érában találtam, az internet, vagy találtuk, az interneten, az Instagramon bukkantunk rá, ott figyeltünk föl rá, és kezdtük el követni a művészetét, és a kiállításait, és az útját, és nagy örömünkre ez a felfedezés, ez nagyon, nagyon hát jónak bizonyult, vagy nagyon, nagyon, nagyon bevált, hiszen az ezelőtti velencei biennálé központi kiállításán, a főkurátori kiállításon, a főpavilonban nagyon komoly szerepet kaptak a munkái, és legutóbb például a Tét egyik vidéki múzeumában volt nagy szóló kiállítása, folyamatosan komoly szakmai, komoly szakemberek meghívására nagyon komoly intézményekben szerepelnek a munkái, és nagy örömünkre szolgál, hogy a gyűjteményünkben most már két műve is van, ezen kívül még egy másik mű is. De lépjünk tovább, nézzünk egy másik kérdést. Ahogy látható is, próbáltam olyan kérdéseket összeszedni, amik elég gyakran hangzanak el a gyűjteménnyel, a gyűjtéssel kapcsolatban, és ezeknek a kérdéseknek a mentén válaszokat megfogalmazni, vagy ezek mentén beszélni a gyűjteményről. Milyen szempontok szerint épül egy gyűjtemény? Milyen gyűjtői stratégiák vannak? Ugye ez is egy elég fontos kérdés. Nyilván az egyik szempont, ami a gyűjtőket sokszor befolyásolja, a személyes víziók vagy konceptuális témák, stílus, korszak, művészcsoport, tematikus vagy vizuális jegyek alapján ugye valamilyen szempont szerint kezdenek el adott esetben gyűjteni a gyűjtők. Mi is így kezdtük, és ma is vannak ilyen egységek a gyűjteményünkben a sok száz műtárgy között. Itt ugyancsak egy új szerzeményt szeretnék bemutatni két nagyon régi szerzemény mellett, Georg Karg Thaler munkáját, festményét, ami fölül látható jobb oldalon. Itt ennek az az érdekessége, hogy Nagyler István és Bak Imre munkái már ugye korábban is, ahogy említettem, helyet kaptak a gyűjteményünkben. Később, igazából nem régen kezdtük el azt tanulmányozni, hogy ők milyen jó kapcsolatban álltak Fahlerrel, a német festőművésszel már a 70-es években. Mint Bak Imrétől megtudtuk, személyes kapcsolatban is voltak, nagyon inspirálták egymást, Fahler járt Magyarországon is, és nagy hatással voltak egymás munkáira. Amikor nemrégiben idén tavasszal egy londoni galériában egy Fahler kiállításra bukkantunk, akkor úgy gondoltuk, hogy ez milyen érdekes
párosítás lenne a gyűjteményünkbe beemelni egy Fáler művet is. Így jött létre például ez a gyűjteményi egység, tehát itt három olyan művésznek a munkáit látjuk együtt, akik azonos gondolatok mentén dolgoztak egy bizonyos korszakban, vagy akik közel álltak egymáshoz, és mind a színvilágban, mind a tematikában, illetve más vizuális elemekben is nagyon közel állt a munkásságuk egymáshoz. Egy másik szempont lehet, amikor egy gyűjtő egy művésznek az életművét gyűjti mélységében, tehát több korszakból gyűjt műveket tőle, vagy akár egy korszakból, de sok művet, ami jól szemlélteti a művésznek az adott korszakát. Erre is jó néhány példa van a gyűjteményben, de én itt most Birkás Ákost szeretném példaként állítani. Az 1970-es években nagyon vész a fekete-fehér fotóhoz fordult, mint médium használathoz, és még olyan művészek is, akik, vagy sok olyan művész is, aki különben festőként vált ismerté, vagy festészettel foglalkozott. Nagyon sokan készítettek fotókat, ezek nagyon sokszor nem nyilvános kiállításokra, vagy csak kis körökben megrendezett kiállításokra készültek. Ez egy nagyon a kísérletezésnek, a játékosságnak egy szabad terepe volt annak abban az időszakban a művészek körében. Itt látjuk is Birkás Ákostól még ennél is több fotót vásároltunk ebből az időszakból. Itt látjuk azt, hogy a fölül lévő négy fotó a Szépművészeti Múzeum tereiben készült, és a kép és a néző témáját próbálja meg tematizálni, illetve az alsó sorban lévő fotók pedig részben önarcképek Rembrandt mintájára, csak fotón, és nem megfestve, illetve a könyvhöz való viszonyról, a könyvről szólnak, szintén önarcképeknek minősülő fotók. Birkás Ákos különben nagyon nagy súllyal, vagy elég nagy súllyal szerepel a gyűjteményünkben, az egyik nagyon kedves művész barátunk volt, és festményei is vannak különböző korszakokból a gyűjteményben. Lehet a gyűjtő szempontja az, hogy specializálódik valamilyen médiumra, például vannak olyan gyűjtők, akik rajzokat, grafikákat gyűjtenek, vannak, akik csak festményeket, vannak, akik fotográfiákat, illetve a time-based média a digitális eszközökkel készült, főként a digitális eszközökkel készült művekre vonatkozik. A mi gyűjteményünkben is vannak ilyen alegységek, számos ilyen alegység. Én most két olyan munkát hoztam, amik 2000 után keletkeztek, amikor a digitális printek, illetve a digitális grafika nagy szerepet kapott a hazai képzőművészetben, Szarka Péter és Németh Hajnal munkáit látjuk. Ez azért érdekes, mert ugye a printek nagyon érzékeny műtárgyak, úgy értem, hogy papírra nyomtatják őket, és ezt a papírhordozót fölragasztják valami keményebb anyagra, de nagyon, nagyon kell rá vigyázni, nagyon sérülékeny.
és emiatt nem volt mindig népszerű a gyűjtők körében, a múzeumok is keveset vásároltak belőle, de nagyon reménykedünk abban, hogy most újra előkerülnek itt a 90-es évek iránti érdeklődésnek a jegyében. Egy további szempont lehet vagy egy további módszer lehet, hogy egy gyűjtő hogyan épít, hogyan tervez gyűjteményt, a horizontális gyűjtés, ami azt jelenti, hogy nincs a gyűjtőnek feltétlenül egy speciális fókusza, hanem szélesre tágítja az érdeklődési körét, a nézőpontját. Pillanatilag a mi gyűjteményünket ez jellemzi, a mostani 30-as vagy 30 és 40 között lévő művészek generációjával kapcsolatban. Vásárolunk tőlük műtárgyakat, nagyon, nagyon érdekes mindaz, amit csinálnak, még nem látni egész pontosan, hogy hogyan és mivé állnak össze ezek az életművek, illetve hogy milyen párhuzamok alakulnak ki. Itt most néhány fiatalt mutatok a gyűjteményből, Csató József, Batyko Róbert és Szinyava Gergő munkáit látjuk. És hát van az a szempont, ami talán a legnehezebb, vagy amihez a legtöbb pénz kell, legjobb művek a legjobb művészektől. Ugye ezt minden gyűjtő álma, de hát nyilván a legjobb művészek munkái kerülnek a legtöbbe, és ugye ezt leginkább akkor engedhetik meg maguknak a gyűjtők, ha már viszonylag fiatalon megközelítik a művészeket, és így jutnak hozzá a legjobb művekhez. Nem tudom, hogy mennyi ilyen van a gyűjteményünkben, reménykedem benne, hogy sok, de itt most Elhasznán Rózának a 90-es években készült ikonikus munkáját, a Feszített szék, vagy Nyújtott szék című munkát mutatom, ami mindenképpen az ő életművében a főművek közé tartozik, és talán a 90-es évek magyar művészetének is egy nagyon fontos darabja. És végül van az a speciális kapcsolat, ami létrejöhet gyűjtő és művész között, amikor a gyűjtő, mint megrendelő lép föl, és komissionál egy műtárgyat. Talán ez a legszofisztikáltabb módja a művész és a gyűjtő kapcsolatnak, hiszen ebben a helyzetben a gyűjtő együtt gondolkozik, egy kicsit még együtt dolgozik is a művésszel. Hát sajnos nem nagyon sok ilyen műtárgy van a gyűjteményünkben, de mindenképpen ezek közül ezt a nagyméretű munkát szeretném megmutatni. A Random Routines művés csoport műve, ami Kaszás Tamás és Kristóf Krisztián párosa, ami a házunk falára készült, egy vasrajz, ami ahogy látható, nem csak a ház falára van rögzítve, hanem fölemelkedik még a tető fölé is, és egy fantasztikus műalkotás. Ez innen nem tud elkerülni, már úgy értem, hogy ez kiállításra nem tud elkerülni, hiszen ez rögzítve van a ház falhoz. A kortárs gyűjtés motivációiról szeretnék még mondani néhány mondatot, bár látom, hogy az időm az nagyon, nagyon, nagyon gyorsan telik, úgyhogy nagyon, nagyon, nagyon gyorsan szeretném ezt összefoglalni. Ugye az egyik legfontosabb, hogy miért szeretjük a kortárs művészetet, miért gyűjtjük a kortárs művészetet, mert nagyon nagy szerepe van annak, hogy a jelenhez kötődik ahhoz, ami minket most körülvesz, arról szól, nem korábbi korszakokról, hanem azt örökíti meg, amiben mi most élünk.
Itt a digitális korról szóló munkát, egy japán művész munkáját jelenítek meg. A jobb oldali mű az, ami a mi gyűjteményünkben van, a baloldali munka az egy másik művet, csak azt gondoltam, hogy így még érthetőbb. Ez Tatsuo Miyajimáról van szó. Mindenképpen nagyon fontos az, hogy a kortárs művészek új nézőpontokat kínálnak föl nekünk, olyan új koncepciókat, amik adott esetben nekünk nem jutottak eszünkbe, és ezeken a műveken keresztül másképp láthatjuk a világot, vagy láthatunk olyan dolgokat is, amikhez esetleg magunktól nem feltétlenül jutunk el, ki kell lépnünk abból a gondolkodásmódból, amiben élünk. Komorocki Tamásnak ebben a 90-es években készült sorozatában, ugye itt az volt az alap, hogy a művész készített egy fejet, amit a saját fejét elkészítette, és ezt a fejet helyezte különböző szituációkba, és így jött létre ez a nagyon, nagyon izgalmas sorozat. Mindenképpen hozzásegít a múlt értelmezéséhez is a kortárs művészet. Itt példaként Szent Jóbi Tamásnak ezt az akcióját, illetve ezt a dokumentált akcióját hoztam. Talán sokan emlékeznek még arra, amikor a rendszerváltás megünneplendő 4 napra egy ilyen lepellel a művész letakarta a szabadságszobrot, és egy kísértetet hozott létre belőle. Hát azt hiszem, hogy ezt nem kell kommentálnom. Végtelen változatosság jellemzi a kortárs művészetet, a művészeti formák, a témák, a témafelvetések, a vizuális eszközök kapcsán. Itt 3 művet mutatok, amik egymástól persze abszolút távol állnak, de jól szemléltetik ezt a változatosságot. Erwin Wurm, bal oldalon Erwin Wurm dobozembere, középen Keserű Ilonának a Mimikri című munkája, illetve Toni Urszlernek egy videóinstallációja látható itt, ami mind a három a gyűjteményünkben található. És nagy előnye a kortárs művészetnek, hogy meg lehet ismerkedni személyesen a művészekkel, kérdezni lehet őket, beszélgetni lehet velük, és akár bele is lehet tekinteni az alkotói folyamatba. Természetesen a gyűjtők számára az is fontos, hogy a műgyűjtés egy olyan szociális, társadalmi élettel, intellektuális kapcsolatok megteremtésének a lehetőségével jár, amik a műtárgy piacnak a részei, ugyanúgy. Itt, amit most lefényképeztem, ez a párizsi Pompidou központban a minden évben megrendezett adománygyűjtő gálavacsora, amit abban az évben, amikor ez a fotó készült néhány évvel ezelőtt, még a COVID előtt, egy designer tervezett meg, és miközben a Pompidou termeiben fantasztikus képek között lehet vacsorázni, egy ilyen dizájnos környezetet tudott hozzá teremteni egy francia művész. Nagyon izgalmasak mindig ezek a vacsorák, óriási találkozópontok, a világ számos pontjáról érkeznek oda a múzeum támogatói, és persze természetesen Franciaország számos részéről is. Minden művészeti vásár, a múzeumok környezetéhez való kapcsolódás, tartozás, mind rengeteg eseményt, rengeteg programot, nagyon, nagyon izgalmas programokat jelent, utazásokat,
És nyilván ez is egy nagy vonzereje a kortárs művészetnek. Mindig új és kiszámíthatatlan a kortárs művészet, ez is igaz. A művészek mindig új gondolatokkal, mindig új technikai megoldásokkal, mindig valami újfajta vizualitás kitalálásával állnak elő. Itt például Daphna Talmor alkotását látjuk, aki a negatívokat vágja szét, és a negatívokból készít kollázsokat, amiket újrafotóz, és így hozza létre a képeit. És persze ne feledkezzünk el arról, hogy a képzőművészet az mindig pénzbefektetés is lehet. Mostanra a műtárgypiac úgy alakult át, hogy a fiatal művészek munkáinak az ára is egyre magasabb, és mivel közülük egyre többen jelen vannak a nemzetközi piacon is, ami visszaigazolja az áraikat, tehát nem csak a magyar piacon a magyar gyűjtők versengenek a munkáikért, hanem külföldi galériákkal is együtt dolgoznak, külföldi gyűjtők is vásárolnak tőlük. Ezért egyre kevesebb képük jut a hazai piacra, így ezért is most már lassan versengés alakul ki a gyűjtők között. Talán érdemes odafigyelni ezekre a folyamatokra is. És végezetül azzal zárnám itt az előadásnak ezt a részét. Itt egy kicsit hosszabban szerettem volna még valamiről beszélni, de erre már most sajnos nincsen időm, hogy nagyon fontos, hogy a kortárs művészetben nagyon sok művész törekszik arra, hogy rávegyen minket a világ érzéki megismerésére. Ez egy nagyon fontos szempont. Itt Maurer Dórát szeretném említeni, illetve ezt a nagyon híres a Tate Modernben is, és a Whitechapelben és számos más nagy múzeumban kiállított munkáját mutatom, Hét fordulat címmel, amiben ugye a művész egy egyszerű, sima papírlapot tart maga előtt, és így az arca előtt, és így lefényképezi magát, és aztán többször megfordítja ezt a papírlapot, és így jön létre a mű, és mindig újra lefényképezi magát. Az egész folyamat, itt mutatom az egész képet, ugye a változásnak a művészi folyamatává válik, és pontosan arra vesz rá minket, hogy erre az érzéki megismerésre, a látásnak, a világnak az érzéki megismerésére, a mozgás folyamatának a tanulmányozására. Ehhez kapcsolódóan Olafur Eliassonról szerettem volna még beszélni, egy nagyon fontos kortárs művészről, aki nagyon meghatározó pillanatilag a világban, és a mi gyűjteményünkben két munkája is szerepel, ezt esetleg majd egy másik alkalommal, ez a gyűjteményünkben szereplő munkája. Inkább most azzal szeretném zárni az előadást, hogy Velünk élő történetek címmel megjelent a nyár, a Pew Contemporary-ben a nyáron megrendezett, vagy áprilistól szeptemberig megrendezett, gyűjteményünkben megrendezett kiállításnak a katalógusa, amiben ki is bővítettük a kiállítás anyagát, tehát a gyűjteményünkből különböző olyan művekkel kibővítettük, ami nem is szerepelt a kiállításon, és ezt a könyvet tudom mindenkinek a figyelmébe ajánlani, aki esetleg szeretne megtudni többet a gyűjteményről. Ez a könyv hamarosan kapható lesz majd az ISBN galériában, és egy nagyobb betekintést ad a gyűjteménybe. Köszönöm szépen a figyelmet, és várom a kérdéseket, illetve úgy látom, hogy mintha lenne is egy kérdés. Méghozzá... Igen, már is záporoznak. Az első kérdés, hogy van-e külföldön magángyűjtemény, amiben magyar kortárs művészek vannak?
A válaszom igen. Egyre több ilyen magángyűjtemény van. Számos olyan művész van, akinek a munkái szerepelnek külföldi magángyűjteményekben. Például a 80-as, 90-es években Hegyi Lórend művészettörténész, majd később a bécsi MUMOK igazgatója, és aztán később különböző más olasz és francia múzeumok igazgatója közvetítésével került egyre nagyobb figyelem a magyar művészeknek a most már idősebb generációira, de nem maradnak el ebben a folyamatban a fiatalok sem, hiszen, ahogy az imént is mondtam, egyre több olyan magyar művész van körülöttünk, akik külföldi galériákkal is együtt dolgoznak. Méghozzá van olyan köztük, aki több külföldi galériával is együtt dolgozik, így egyre több magyar mű kerül külföldi magángyűjteményekbe. De hozzáteszem azt is, hogy a magyar galériák közül jó néhány meg részt vesz külföldi vásárokon, külföldi művészeti vásárokon, és ők is eladnak műveket Bécsben, Párizsban, most éppen ugye Torinóban az Artissima művészeti vásáron, és így számos műtárgy kerül külföldi magángyűjteményekbe. Van-e magángyűjtemény, amit mi a legjobban szeretünk? Ez a kérdés. Igen, a külföldi magángyűjteményeket nagyon komolyan tanulmányoztuk Zsolttal, már a 90-es évektől, mert nagyon azt láttuk, és abban tudtunk tájékozódni, hogy a Magyarországon hogyan gyűjtenek a magyar gyűjtők, de nagyon kevés információnk volt kezdetben arról, hogy külföldön hogyan gyűjtenek a gyűjtők. És hál' Istennek a 2000-es évektől egyre több külföldi gyűjtővel kerültünk kapcsolatban, és ugye most már talán egyre többen értesülnek arról, hogy a 21. századnak az egyik legfontosabb trendje az, hogy a leggazdagabb gyűjtők magánmúzeumokat nyitnak világszerte, és ott állítják ki a gyűjteményeiket. A kedvenc, az én személyesen nekem a kedvenc magángyűjteményem és kedvenc magánmúzeumom egyben az a Prada gyűjtemény és a Prada Múzeum Milánóban, a Louisiana Múzeum Kopenhága mellett, Dániában, és a Beyeler Múzeum Bázelben. Ez mindhárom fantasztikus, és mindenkinek nagyon javaslom, hogy látogasson el oda. És látom, hogy van egy olyan kérdés is, hogy van-e arra gyakran eset, hogy egy művészt egy gyűjtő előbb felfedez, mint a művészeti piac. Ez hogyan történhet, törekszik-e erre néhány gyűjtő? Azt gondolom, hogy van eset erre. Minden gyűjtő erre törekszik, hogy felfedezzen művészeket korábban, mint a műtárgypiac, hiszen ez nagyon nagy nyeresség lehet a gyűjtőnek, hogy még alacsony áron a művész felfedezése előtt vásárol a művésztől. Abszolút van erre eset. Abszolút. Tehát nagyon, nagyon sok is. Nem csak a nemzetközi szintéren, hanem itt Magyarországon is. Nyilván érdemes, pontosan ezért érdemes a fiatal művészeket folyamatosan monitorozni. Már a 70-es évektől kezdve volt olyan gyűjtő Magyarországon, aki a képzőművészeti egyetemen a diploma kiállításokat minden évben tüzetesen végignézte, és már ott vásárolt a művészektől
akiket aztán később felfedeztek. Nyilván ez mindig kockázattal is jár, hiszen nem lehet tudni, hogy ennyire fiatalon még egy-egy művészről nem lehet teljes biztonsággal megállapítani, hogy később mi fog vele történni. Az is előfordulhat például, hogy elhagyja a pályát, vagy az is előfordulhat, hogy nem lesz nagyon sikeres, de mindesetre nagyon sok gyűjtő próbálkozik ezzel. Köszönjük szépen az előadást, ez még elmaradt, mert úgy záporoztak a kérdések, hogy nem is tudtam hirtelen visszatérni. De közben érkezett is egy újabb, akkor át is adom a kérdezőnek inkább a szót addig, hogy kezdi hobbi magángyűjtőknek tudná ajánlani képzéseket, amiket érdemes részt venni, hogy jobban el tudjon merülni ezen a területen? Igen, vannak most már ilyen úgymond tanfolyamok, vagy ilyen előadás sorozatok. Igazából a COVID előtt számos ilyen volt, ami egy kicsit a COVID két éve ezeket megnyírbálta. Amit én most ajánlanék, az a műtárgy.com nevű weboldalnak, illetve a mögött álló vállalkozásnak az előadásai. Ezek már régen, tehát ők már évekkel ezelőtt elkezdték ezt a fajta képzést, hogy úgy mondjam. Éppen most csütörtökön lesz egy nagy konferencia, ahol már nem a kezdőgyűjtőknek, de nagyon érdekes a műtárgypiacot érintő kérdésekről lesz szó ismét. Én azért tudom ezt ajánlani, mert itt én is tartok előadásokat, és ezért tudom ajánlani, de hozzáteszem, hogy a néhány kollégám, akikkel ezeken az előadások, akik szintén tartanak ott előadásokat, itt a Ludwig Múzeum webináriumában is tartottak előadást, tehát nyilván a Ludwig Múzeum programjait is, illetve a többi múzeum programjait is én nagyon melegen ajánlom a kezdőgyűjtők figyelmébe, mert a tárlatvezetések, előadás sorozatok, ilyen hasonló online programok, mint ez a mostani is, azt gondolom, hogy nagyon sok információval szolgálhatnak. És úgy látom, hogy van még egy kérdés, hogy még mindig a kezdőknél tartunk, tudok-e ajánlani olyan galériákat, artfereket, ahol kezdőknek érdemes nézelődni, esetlegesen az első művüket megvásárolni. Természetesen igen. Mindig nagyon fontos az, hogy egy kezdőgyűjtő hol lép be a műtárgypiacra, hogyha olyan helyen lép be, ahol esetleg nem elég színvonalas művészetet lát, vagy nem elég színvonalas művészettel találkozik, akkor nyilván elsőre még nincs annak a tudásnak a birtokában, hogy ezt megértse, és akár 1-2-3 évig is tévelyeghet, mire ráérez arra, vagy mire rájön arra, hogy nem jó úton jár. Szóval én mindenképpen a kezdőknek is a legminőségibb galériákat és helyeket javaslom. Milyen artfereket? Hát a bécsi artfereket mindenképpen, hiszen ezek egyrészt közel vannak, másrészt kisebbek, mint a nagy nyugat-európai nemzetközi vásárok, és könnyebb kiigazodni, illetve javaslom azt, hogyha kezdőgyűjtőknek, mi is így kezdtük, és ez nekünk nagyon-nagyon bevált, hogyha olyan galéria közelébe kerülnek, amelyik részt vesz külföldi vásáron, akkor utazzanak a galériával együtt arra a külföldi vására, amin a galéria részt vesz, hiszen ez egy nagyon nagy tanulást jelenthet a galerista, illetve adott esetben a művészek is, akik a galériával utaznak a vására, nagyon jól el tudják igazítani a kezdőgyűjtőt egy ilyen eseményen, és nagyon sok segítséget tudnak adni. De
Tehát javaslom a bécsi vásárokat, de javaslom akár az Artissimát is, amit az imént említettem, vagy esetleg az Árkót, ami Madridban van. Nyilván az Art Market nevű vására is ki lehet látogatni, amit általában októberben szoktak megrendezni Magyarországon, csak itt egy kicsit vigyázattal kell mozogni, hiszen ott nagyon sokféle hatással találkozhat az ember, nagyon könnyen, tehát a szelekció egy kicsit kevésbé erős, mint a nemzetközi vásárokon, és itt kicsit vigyázzattal kell mozogni. De leginformatívabbak a non-profit intézmények kiállításai, és mindenképpen azt javaslom a kezdőgyűjtőknek, hogy elsősorban a non-profit intézmények kiállításai és előadásai és programjai mentén kezdjenek el mozogni. Igen, amíg a bátortalanabbak még megfogalmazzák, vagy begépelik a kérdéseket, addig még szeretném megkérdezni, ugye nálunk a Ludwig Múzeum projektje a Velencei Biennáli Magyar Pavilonja, és az hamarosan zár, november van, és ugye úgy tudom, hogy önök beálltak a Keresztes Zsófia projektje mögé, erről néhány szóban tudna nekünk még mesélni? Igen. Magyarországon úgy alakult a műtetpiac, a műkereskedelem, illetve az egész szintér, hogy a leggazdagabb emberek magyarok közül nagyon kevesen gyűjtenek kortárs művészetet, viszont nagyon fontos, amikor nagyon fontos az, hogy nagyon sok gyűjtő van, és hogyha sok gyűjtő összefog, akkor sok mindent tud támogatni. Ilyen jellegű összefogást szerveztünk már korábban is, mert Zsoltal mi nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy amikor a művészre szorulnak, amikor valami olyan nagy lehetőségnek a kapujában állnak, ami fontos lenne, hogy megvalósuljon, akkor ne a pénz legyen az akadály, vagy a pénz, ha lehet, ne legyen akadály, ha csak tudunk segíteni. És többször is rendeztünk már ilyen fundraising eseményeket, annak idején Csekeny Istvánnak a dokumentás szereplését is így támogatta több gyűjtő, vagy gyűjtői összefogás, illetve a Pompidou-ban, illetve a Tate Modernben, a kelet-közép-európai, a mi régiónkatra fókuszáló akvizíciós bizottságokban is elég sok magyar gyűjtő adakozik azért, hogy ezek az intézmények vásároljanak a gyűjteményükbe műtárgyakat. És amikor Keresztes Zsófi megnyerte a Velence és Zsikla Mónika kurátorral, megnyerték a Velencei Biennálé magyar pavilonjának a pályázatát, és a múzeum ezt kihirdette, akkor nem sokkal ezután világossá vált, hogy bár az állami támogatás, ami a múzeumon keresztül befolyik ilyenkor egy-egy művészhez, amiből finanszírozhatja azt a munkát, amit megvalósít a Magyar Pavilonba, az persze jelentős, de ebben az esetben nem volt elég arra, hogy azt a nagy álmot, amit a Zsófi szeretett volna, Keresztes Zsófi és a Mónika szerettek volna, azt meg lehessen valósítani, hiszen 18 nagyon nagy szobrot kellett létrehozni. És akkor úgy döntöttünk, hogy megpróbáljuk a gyűjtőket aktivizálni, és megpróbálunk egy olyan összefogást szervezni, egy olyan fundraising kampányt, aminek a keretében összegyűlhet az a támogatás, amiből a pavilon megvalósulhat, és hát legnagyobb örömünkre a magyar gyűjtők, magyar kortárs gyűjtők, akik között különben nagyon-nagyon sok nagylelkű ember van, és nagyon-nagyon sok olyan ember van, aki nagy felelősséggel viszonyul a kortárs művészethez, nagyon sokan akartak segíteni,
És hát ennek a kampánynak az eredményeképpen jelentősen ki tudtuk egészíteni azt a támogatást, amit a múzeumon keresztül az államtól kapott a művész, és így valósulhatott meg az a fantasztikus velencei pavilon, ami most még néhány napig látható, és mindenkinek a figyelmébe ajánlom azt, hogy december közepétől az egész kiállítás hazautazik a Ludwig Múzeumba, és megtekinthető majd itt is Budapesten. Nagyon ajánlom mindenkinek, mert gyönyörű és csodálatos. És nagyon örömünkre szolgál, hogy megvalósulhatott. Köszönjük szépen az extra promóciót, így van, a kiállítás hazaköltözik Budapestre, és nem sokára majd itt is látható, úgyhogy aki nem jutott el Velencébe, az itt legalább ne hagyja ki. Úgy látom, hogy azóta nem érkezett több kérdés, aki még nagyon bátortalan, az még nyugodtan gyorsan gépelje be, amíg elmondanám, hogy ez az előadás is rögzítve van, rögzítve lesz, és felkerül a YouTube csatornánkra, ahol hamarosan visszanézhető lesz a sorozat többi korábbi részével együtt. Úgyhogy ha valaki lemaradt az elejéről, vagy korábban kellett elmenjen, az mindenképpen pótolja be. Úgy látom, hogy szerintem mindenki mindent megtudott. Igen, remélem. Elég alapos előadás volt. Szeretném még egyszer megköszönni az előadást, a részvételt. Igazán informatív volt, és további szép estét kívánok mindenkinek, akkor én el is búcsúznék. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönjük szépen. És én is mindenkinek szép estét kívánok. Viszontlátásra.